reggeli személy. Németh András van velünk, a maga HVG munkatársa, külpolitikai újságíró. Szervusz, jó reggelt! Szervusz, jó reggelt kívánok! Hát Ukrajnáról, az ukrajnai helyzetről, Ukrajna és a nyugat kapcsolatáról, egy béke folyamatról, márha egyáltalán látszik ennek bármilyen nyoma, fogunk beszélni. De mindenek előtt, hát ugye, az orosz novoszti hírügynökség segítségünkre sietett, hogy hogyan lehet elkezdeni ezt a beszélgetést. Csinált Szijjártó Péterrel egy interjút. Ezzel most kicsit tele vannak a híroldalak, és hát érezhető a hisztéria, mármint a kormánypropaganda részéről, hiszen ugye nem vagyunk még olyan nagyon túl Orbán Balázsnak a mondatain. Ez most nem 56-ra vonatkozik, de valami olyasmit mondott, legalábbis a Novoszti szerint, Szijjártó, hogy gyakorlatilag a NATO óriási hibát követett el, amikor a Ukrajna elleni támadás előtt a orosz igényekről nem nyitott vitát, és hát ezeket a vitákat nem játszotta le. Most akkorul folyik a vita, hogy mit mondott igazából a külügyminiszter, és mit mondott? Mondta a NATO nevét például. Általában célzott-e valamilyen vitára, vagy pedig arra ugye, hogy az oroszok azt akarták, hogy vonják vissza a NATO csapatait, mondjuk a 97 után belépett országokból, tőlünk is, Ukrajna ne lehessen NATO tag, nem tudom, mi volt még valami. Ezek voltak alapvetően, mondhatnám azt, hogy sajnálom a külügyminiszterünket, de nem sajnálom, de hogyha sajnálni kellene, akkor azért, mert teljes mértékben látványosan beszorul azért két tömb közé. Tehát egyrészt ugye NATO tagok vagyunk, valamire azért tartani kell magunkat ehhez a szövetséghez. Másik oldalon meg Oroszországnak is meg kell felelni, és amikor elmegy Oroszországba, és a RIA Novosztyi hírügynökség kérdezi őt, akkor kénytelen olyan mondatokat is kiejteni, mik az oroszoknak tetszenek. Egyébként ebben az interjúban ő valóban nem nevezte ezt a NATO hibájának, de hogyha elindulunk a logika útján, és megnézzük a tényeket, akkor tulajdonképpen a RIA Novosztyi nem csinált más, mint értelmezte a külminiszter szavait. Tehát ugye ő azt mondta, hogy... Te olvastad az egész anyagot? Igen, és ráadásul részletekben csepegtett a RIA Novosztyi, tehát, és mindig van egy-egy bomba, majd azt is mondom a következőt, hogy mi lesz dupla az. Dupla a kín, hogyha percenként jön az újabb csöp, mi? Igen, ez olyan, mint amikor a macska farkát darabokba vágják le, hogy ne fájjon, hogy egybe levágják, tehát, és jobban fáj. Tehát ugye ő arról beszélt, hogy egy dolog hiányzott az általad elnyitett ultimátummal kapcsolatban, nem alakult ki párbeszéd, és most már párbeszédre nincs lehetőség, de hogyha azt nézzük, hogy mi történt, az oroszoknak volt egy ultimátum, az oroszok ezt javaslatnak nevezik, a NATO erre nem elválaszolt, illetve nem válaszolt, tehát a beszélgetés logikájából egyértelműen az következik, amit a RIA Novosztyi következtetésén levont, hogy ez a nyugati szövetségesek hibája volt, hogy nem válaszoltak, viszont a tények mégiscsak azok, hogy ez egy ultimátum volt az Európai Uniónak és a NATO-nak, hogyha Szijjártó miniszter a párbeszédet hiányolja, akkor olyan párbeszédet is hiányol egyebek mellett, amit Ukrajna feje fölött bonyolít le a nyugat és Oroszország. Mit szólna például, ha Magyarország feje fölött lefolynának ilyen párbeszédek? Tehát semmi... Volt ilyen azért a második világháború után. Igen, csak ugye ez a kormányzat azt szokta volt mondani, hogy tiszteletet követel, és mi megkérdezésünk nélkül is volt semmit, és soha. Tehát pontosan megint ugyanazt engedi meg mások ellen, mint maga ellen nem engedne meg. Lásd Orbán Balázsnak is a nyilatkozata, hogy ő nem állt volna ellen az oroszoknak 56-ban, mert látjuk, hogy mi történik. Tehát folyamatosan hibázik szerintem a magyar diplomácia, a magyar politika, de ennek részben az az oka is, hogy egyre kevesebb az érv, amit felhozhatnak. És ugye mondtam most, hogy lesz benne még egy bomba abban, amit Szijjártó nyilatkozott, ezt most pár órával ezelőtt hozta nyilvánosságra a RIA Novosztyi, azt mondta, és ezt ott valóban idézettel szóban is lehetett látni,
hogy Magyarország teljes mértékben elutasítja Ukrajna NATO tagságát, mert ez az Oroszország, ahol a közvetlen konfrontációhoz vezetne, ez pedig egyértelműen a harmadik világháború. Ez megint pontosan egy az egybe az orosz narratívája ezeknek a történéseknek. Ugye azt is tudjuk, hogy Vlagyimir Putyin elnök az elmúlt 2,5-3 évben számtalan úgymond vörös vonalat festett föl, ezeket a nyugat rendszeresen átlépte, ezekről a vörös vonalakról kiderült, hogy ezek maximum rózsaszín vonalak, tehát nem történt semmi ezek után. Tehát nekem meggyőződésem, hogy ezzel az atomháborúval való fenyegetésének egyetlen egy célja van, az, hogy az Ukrajnát támogató nyugati közvéleményt megrémítse. De ez tart már 2 éve, ezeket a blöfföket többször lehívták a nyugatiak, ezek szerencsére teszem hozzá, nem lett ezeknek következménye. Például akkor is elhangzott egy ilyen nyilatkozat, amikor egyáltalán fegyvereket kezdett Ukrajna kapni, harckocsikat, repülőgépeket, rakétákat. Ugye van egy ilyen orosz doktrína rész, amely szerint, hogyha átlőnek Oroszországba ezekkel a nyugati fegyverekkel, és ez fenyegeti az egész állam biztonságát, akkor ők bármivel válaszolhatnak. Ez sem történt meg, tehát azt tudjuk, hogy például Harkiv környékén a nyugat engedélyezte azt, hogy nyugati fegyverekkel lőjenek át orosz területre azokat a célpontokat célba véve, ahonnan közvetlenül lövik Ukrajnát. Erre se volt válasz. Tehát én úgy gondolom, hogy egyrészt a magyar külpolitika nagyon sokat hibázik, épp azért, mert két irányba kéne megfelelni, amit nem lehet sajnos megtenni. Amikor Szijjártó miniszter kimegy Oroszországba, akkor azért rendszeres ezek a hibák, csak nem ennyire hangosak, és nem ennyire látványosak, és nem volt ennyire közel Orbán Balázs vállalhatatlan és teljesen egyértelmű nyilatkozatához. Ezért szóra szerintem nagyobbat most. Az egyik híroldal azt mondja, hogy tulajdonképpen a magyar külügyi szóvivő, az a Rianovoszt itt hibáztatja az egész történetére, mert ugye eltorzította volna, vagy hamisan adta volna vissza a külügyminiszter szavai, csak nem mondja ki a Novoszti nevet. A másik, ez a Telex, aznek az a cím, hogy szóvivője szerint hazug módon kiforgatta Szijjártó Péter szavait az orosz állami hírügynökség. Mondtad, hogy a Novoszti értelmezte a Szijjártó szavait, hát a Telex meg értelmezte a Novoszti cikkét, és hát erre jutott. Teljesen pontosan, tehát még egyszer, tehát az a fajta logika, amiben a nyilatkozatban elhangzott, hogy Szijjártó hiányolta a párbeszédet, ez azt jelentette, hogy az orosz ultimátumra válaszolni kellett, el kellett volna kezdeni beszélni, a NATO ezt nem tette meg, tehát hibázott. Nem, tehát idézőjeleti szöveg, az pontosan az, amit Szijjártó mondott. Tehát ezt valóban egy keményebb címet adott, a RIA Novosti az értelmezése sajnos teszem hozzá, pontos volt. Hát itt akkor most békén hagyjuk a magyar külügyminisztert, nem mintha nem lenne még mondani való mindarról, amit akár csak a külügyminisztéria, vagy akár a kormány az ügyben képvisel, de hát ezt annyiszor el fogtuk mondani, annyiszor elmondtuk már, és fogjuk is sajnos, mert nem sok változás tapasztalható. Nézzük a helyzetet, Ukrajna helyzetét, miről szokás szerint nagyon keveset lehet tudni. Keveset tudunk arról, hogy igazából milyen mennyiségű, nem úgy fordítanám, hogy inkább elegendő mennyiségű harci felszerelés jut-e a nyugattól Ukrajnának, azok után, a kritikák után, hogy tulajdonképpen a nyugat mindig csak éppen annyit szállított, amennyi a védekezés, ez elég lett volna, de ez se volt teljesen igaz. Mert ugye, ami rakétacsapásokat most el kell viselniük ukrán városoknak, Kijevnek is, hát ahhoz nem elegendőek sajnos azok a rendszerek, amiket eddig kaptak. Nem tudom, hogy ez változott-e valamiképpen. Nem tudom, hogy olyan hírek után, hogy Németország csökkenteni akarja a támogatását, történt-e valami változás mondjuk általában az európai szállításokban. Nem tudom, hogy a szolgálat a végéhez közeledő Biden elnök mit és mennyit szállít még Ukrajnának. Megpróbálja az utolsó pillanatig kisajtolni a lehetőségeit, mert nem tudja, hogy Trump mire lesz képes. Aztán ott a kérdés, hogy Trump valóban mire lesz képes. Szóval millió dolog van, amit fölvetődik, úgyhogy kérlek, válasz közülük. Tehát először a helyzetről, tehát a helyzet nem jó.
Tehát ugye a frontokon alapvetően 4 fő front van. Van egy front Zaporizse környékén, ami Ukrajna déli részén van, délkeleti részén. Van egy front a Donyec medencében, amit ha elképzelünk, akkor körülbelül középen ez Pokrovszk és környéke. Aztán van egy északi front Harkiv és környéke, ez Vovcsánszk, ez a rész. És ugye van a Kurszki front, ahol ugye az ukránok augusztusban betörtek Oroszország területére. Ezeken a területeken nekem úgy tűnik, hogy mindenütt érvényesül ez a lassú felőrlés. Tehát az oroszok továbbra is jelentős tüzérségi fölényben vannak, bár ez a tüzérségi földlény ez olvadóban van. Tehát pár hónappal ezelőtt 10-1 volt az arány, tehát mondjuk az oroszok tudtak naponta ezret lőni egy-egy front szakaszon, az ukránok akár talán csak 100-at. Most az inkább ez egy 1-3-hoz. Ennek két oka van. Az egyik oka az, hogy az ukrán drónok, rakéták sikeresen támadtak lőszerraktárakat, olajraktárakat, mindenféle logisztikai központokat, és ezért az oroszoknál is kezd egyfajta hiány fellépni. Ez az egyik ok, a másik ok pedig, hogy valamennyivel több lőszer érkezik Ukrajnába. Tehát teljesen egyértelműen úgy látszik, hogy az európai gyártók is kezdik valamennyire felpörgetni a gyártást, több tüzérségi lőszer érkezik, de ez változatlanul nem elég. És most inkább az a nagyobb probléma azok alapján, amiket olvastam, hogy lehet, hogy lőszerből most már kezd elég lenni, de az a fegyver, amelyekből ezeket kilövik, abból van most hiány. Ezeknek a gyártása ugye több időt igényel. Valóban az európai fegyvergyáripar nagyon lassan tér magához, tehát ugye volt ez a 20 évünk a hidegháború vége és a mostani válságos időszak kezdete között. Ez alatt az európai államok alapvetően a polgári életbe tették be azokat a pénzeket, mert arra számítottak én is egyébként, hogy nem lesz még egy ilyen háború Európában, mint amilyen most van. Tehát most úgy tűnik, hogy lőszerből kezd elég lenni, fegyverből van kevés, és amit mondtál, hogy a nyugat mindig annyi fegyvert szállít, hogy éppen tudjon Ukrajna védekezni. Hozzátenném azt, hogy azt is késve. Tehát szerintem ez a legnagyobb baj, hogyha nézzük a válság első pillanatától kezdve, pontosabban én mindig azt szoktam mondani, hogy ez nem 2022-ben kezdődött ez a háború, hanem 14-ben, 22-ben ez csak kiszélesedett és folytatódott. Tehát mondjuk a folytatódás kezdetétől számítva, ugye azt látjuk, az első időben Ukrajna nem kapott harckocsikat, csak harckocsi elhárító rakétákat, amik nagyon jól jöttek, de nem tudott ellentámadást kezdeni. Ugye 2022 őszén Ukrajna két körzetből, tehát Herson és az északi Harkiv körzetéből kizavart az oroszokat, és 2023-ban egy nagy offenzívát akart indítani, de ehhez megint nem érkeztek meg időben sem a harckocsik, a repülőgépek meg egyáltalán nem, és a NATO támogatásával, ötlet alapján, javaslatai alapján egy olyan offenzívát próbált indítani Ukrajna, amihez kellett volna a repülőgép, és ezek a repülőgépek nem voltak meg, tehát itt megint az látszik, hogy a nyugat, amit szállít, szállít ugyan, de késve, és most is ugyanezt történik, szerintem sajnos, és a szállításhoz nem közvetlenül tartozik az engedélyezés. Tehát ugye most arról folyik a vita, hogy milyen távolságig lőhet be Ukrajna a nyugat fegyvereivel orosz területre. Ezzel körülbelül 250-300 kilométerre tudna belőni, tehát mondjuk Moszkvát nem tudja elérni ukrán területről, de még ez az engedély sem született, mert csak ez a részleges, amiről az előbb beszéltem, hogy Harkiv környékén át lehet lőni 10-20 kilométerre orosz területre. Ez egy jelentős lépés lenne, mert ez azt jelenteni, hogy az orosz logisztika hátteret, parancsnoki központokat, raktárakat még messzebb kellene telepíteni a frontról, még több időbe telne, amíg el tudják juttatni ezeket a frontra. Volt olyan szakértő, aki egyébként, aki azt mondta nekem, hogy hát úgy kimondva nincs, de a nyugat azért tudomásul veszi az átlövéseket. Akkor szerint van ilyen? Természetesen. Tehát ugye beszéltünk az ukrán rakétákról, az ukrán drónokról. Az ukránok rengeteg, most egy idézőjelben mondom, hazai drónt és rakétát is gyártanak. Meggyőződésem is, de valószínűleg nem alaptalan meggyőződésem, hogy ezek az eszközök alapvetően nyugati
alkatrészekből állnak, ezeket a legjobb esetben Ukrajnában szerelik össze, és ukránnak nevezik, tehát teljesen egyértelműen tűnik, hogy ezekben az eszközökben nyugati alkatrészek vannak. Igen, tehát ezek az átlövések, ezek megtörténnek szerintem a HIMARS-ekkel is, tehát hogy ezek az amerikai rakétákkal is a front több szakaszán átlőnek, de ugye ez megint felvet egy kérdést, tehát ugye Oroszország hivatalosan annektálta a Krím-félszigetet, és annektálta azt a négy kelet-ukrajnai megyét, amit részben teszem hozzá, tehát nem teljes egészében megszállva tart. Ha komolyan vennék Oroszországban is az orosz törvényeket, akkor ezek is orosz területnek számítanának, és senki, az oroszok egyszer sem szólaltak fel az ellen, hogy rendszeresen nyugati rakétákkal és eszközökkel lövik a Krímet, meg szintén ezeket a területeket, ezt a négy megyét, Herszon, Donyeszk megyét és a többit. Tehát igen, rengeteg átlövés van, hivatalos is, nem hivatalos is, de ez 2-300 kilométerre valóban igazolta a nyugati fegyverekkel, szerintem még nem lőttek át, és addig nem is fognak, amíg az engedélyt meg nem kapják. És ugye kérdezted az USA-t, a Nyugat-Európát, tehát én is azt látom, hogy szóban még mindig nagyon működik a támogatás, de az anyagi méret az mintha csökkenőben van, tehát ugye említetted Németországot, Amerikában egyértelműen tűnik, hogy ha Trump győz, akkor az Ukrajnának juttatott segítség mindenképpen kevesebb lesz, de nagyon sok szakértő azt mondja, hogy ha Kamala Harris győz, akkor is csökkenni fog. Tehát ő neki nem lesz annyira a központban Ukrajna, mint amennyire Bidennek volt, és igen, Bidenék szerintem próbálják kisajtolni azt, amit lehet. Ugye emlékszünk, hogy pár hónappal ezelőtt jóvá hagyták ezt a 60 milliárd dolláros segítséget, ebből azért folyamatosan érkeznek Ukrajnába eszközök. Én azt látom, hogy a világ kezd belefáradni ebbe a háborúba, nem csak világ, hanem Ukrajna is, és a 90-es évek elején én foglalkoztam a délszláv háborúban, mert Belgrádban voltam tudósító, ott sokkal gyorsabban eljött ez a világ fáradtsága. Tehát emlékszem arra, hogy tulajdonképpen a délszláv válság fegyveres szakasza 90-91-ben kezdődött el. Nagyon hamar hozzászoktunk Magyarországon is, hogy itt a szomszédban háború dúl. Mindenhez sajnos hozzá lehet szokni, ehhez az ukrán háborúhoz sokkal lassabban szoktunk hozzá. Tehát nekem úgy tűnik, az első két évben valóban sokkal nagyobb volt a nyugati társadalmak támogatása is, a politikusok támogatása is. Most meg azt látjuk, hogy akár a német tartományi választásokon is, hogy az úgymond fősodorhoz tartozó pártok is sokkal óvatosabban foglalkoznak, vagy fogalmaznak Ukrajna ügyében, bár azt mondják, hogy fent kell tartani a segítséget, de vannak ilyen deek most már ezekben a mondatokban. Még egy mondat, hogyha szabad, hogy viszont az ukrán társadalom is szemmel láthatóan fáradt, tehát, és nem véletlenül, tehát ilyen nehéz tél, mint a mostani, nem lesz, vagy nem volt még, lehet, hogy még lesz. Ugye az orosz taktika most az, hogy alapvetően az elmúlt hónapokban a hőerőmű kapacitást nagyon meggyengítették, és most a támadások többsége az az atomerőművek és a felhasználók közötti különböző berendezéseket támadják. Tehát gyakorlatilag le akarják választani az ukrán hálózatról az atomerőműveket, és ez jelenleg az ukrán energiatermelés legalább 60%-át adja. Tehát, hogyha ez sikeres, akkor itt nem napos áramszünetek lesznek tirán, hanem több naposak, és azért Ukrajnában vannak hidegtelek. Ami a fegyverszállításokat illeti, mert mindig ott tartunk egyébként, hogy nem csak késnek, ahogy mondtad, hanem igazából, hát hogy mondjam, csak a szemléletmód nem változott, tehát továbbra is védelmi védekezésre alkalmas eszközök mennek oda, az sem elég. Miközben azért csodálkozom a dolgon, mert amikor a nyugati elemzők és politikusok megszólalnak Oroszországgal kapcsolatban, akkor azt mondják, hogy nem szabad hagyni győzni. Azért nem szabad hagyni győzni, mert vérszemet kap, mert stb. És teljesen logikus érvek épülnek föl. Miközben, amit csinálnak, az arról szól, hogy Oroszország győzhet igazából. Mert a késő
nem elegendő, és támadásra nem alkalmas fegyverrendszereknek a hiánya ezt teszi lehetővé. De nem nagyon értem a dolgot. Én sem értem a dolgot. Biztos, hogy van egy ilyen szándék, hogy Oroszország nagy ország, hogyha jóba vagyunk Oroszországgal, akkor akár Oroszország ellensúly lehet Kína ellen is, mert ugye azt is tudjuk, hogy bármilyen jók most a kínai-orosz kapcsolatok, a két ország közötti gazdaság és népességi különbség miatt Oroszország rettetesen fél Kínától. Tehát nem véletlen, hogy Oroszország, amíg nem volt ez a válság, addig azért elsősorban nyugat felé fordult, sokkal jobb feltételekkel tudott Nyugat-Európába szállítani. Tehát most tudjuk, hogy a kínaiak azt mondták, hogy ők körülbelül akkor vesznek több gázt Oroszországtól, hogyha orosz belföldi árapokon kaphatják meg, tehát szinte nulla profittal. Nem jól teszik az oroszok, a félnek tőlük, itt most nyújják le a kínaiak egész Közép-Ázsiát. Pontosan, és nem csak ettől tartanak. Tehát, hogyha megnézzük a régi kínai térképeket, akkor a jelenleg Oroszországhoz tartozott Szibíria nagyon nagy része az Kínához tartozott, tehát Vlagyivosztok is kínai faluként kezdte pályafutását, és ugye azt látjuk, hogy a kínai-orosz határ mentén milliós kínai városok vannak, és 500-as orosz falvak. A kínaiak hivatalosan nem, de gazdasági tekintetben ezeket a részeket eléggé megszállták, tehát kínai befektető, kínai pénzek, nem véletlen, hogy bármiféle ilyen minimális határmódosítás történik a folyók sodrása miatt, az oroszok azonnal aláírnak mindent, és adnak területeket, nem nagy területeket, csak hogy ne legyen nyitott határkérdés a két ország között. Tehát ez lehet egy gondolat, hogy mégiscsak Kína ellen Oroszország bármikor azért szövetségesként jól lehet. Másodszorban azért emlékszünk arra, amikor a Szovjetunió szétesett, és Oroszország egysége is veszélybe került, akkor ugye mindannyian attól tartottunk, hogy milyen kezekbe kerülhetnek az atomfegyverek, hogy különböző kisebb körzetek mennyire megpróbálnak függetlenné válni. Tehát egy abszolút hatalmas felfordulás alakulhatott volna ki Oroszország helyén. Az is egyértelmű, hogyha Oroszország ezt a háborút elveszíti, és majd mindjárt rátérek arra, szerintem hogyan tudja elveszíteni, akkor az is egyértelmű, hogy ott egy nagyon súlyos belpolitikai válság lesz, aminek a következményei még súlyosabbak lehetnek, mint 1991-ben, amikor a Szovjetunió széthullott. Tehát tudjuk, hogy a muszlim népesség most már az ország egyharmadát teszi ki. Tehát, hogyha az észak-kaukázusi muszlim körzetek akár önállóak akarnak lenni, vagy akár tatárföld, akkor teljesen egyértelműen meg fognak jelenni a szélsőséges muszlim áramlatok is, ahogy megjelentek egyébként Csecsenföldön az 1990-es években. Tehát valószínűleg a világ azt sem akarja, hogy Oroszország egy ilyen feneketlen válságkúttá alakuljon át, de változatlanul én sem értem azt, hogy Oroszország nem győzhet, azért ennél nagyobb mértékben kéne szerintem támogatni Ukrajnát, és hogy ugye arra gondoltam még, hogy jó, tehát amikor ott voltunk az első napokban a háborúban, és megjelentek az oroszok 3 nappal a háború kezdete után Kijevben, én azt hittem, hogy ez a háború napokon belül véget fog érni, Zelenszkij elmenekül, stb. Aztán utána március végére egyértelművé vált, hogy nem, Ukrajna védekezik, és azóta a szilárd meggyőződésem, hogy ez egyrészt nagyon sokáig fog tartani ez a háború, és valamelyik fél vereségével fog véget érni, vagy Ukrajna katonai vereségével, vagy Oroszország gazdasági vereségével. Tehát akárki akármit mond, az Oroszország elleni szankciók működnek. Tehát az, hogy az orosz GDP, hazai össztermék most 2-3-4%-kal nő, az teljesen egyértelműen annak a következménye, hogy a hadipar áll. Tehát ez az ország egyfajta nem hadikommunizmus, de egy hadigazdálkodás lépett életbe. Tudjuk azt, hogy 2025-ben a költségvetési kiadások 40%-a megy hivatalosan a védelemre, szerintem körülbelül még 10% nem hivatalosan oda fog menni, tehát sokkal több pénzt költenek, mint az oktatásra, egészségügyre, nyugdíjakra. Tudjuk azt, hogy a GDP 7-8%-a megy a háborúra, szintén ez a valóságban sokkal több lesz, ez már majdnem annyi, mint a Szovjetunió idején, és tudjuk, hogy a Szovjetunió is tulajdonképpen gazdasági értelemben vesztett el a hidegháborút, mert képtelen volt fenntartani azt a minimális jólétet, amit azért
valószínűleg volt át is a Szovjetunióban, tehát azért jólétnek azt nem nevezném, de azt sem sikerült fenntartani. Tehát azt szerintem egyáltalán nem kizárt, hogy Oroszország gazdasági értelemben ezt a háborút elveszíti, és még egy mondat, hogy változatlan úgy gondolom, hogy ha lesznek is béketárgyalások, lesznek is átmeneti, csendes időszakok, a nyugat nem fogja feloldani a szankciókat Oroszország ellen, és ugye épp azt mondom, hogy ez a szankciók azért működnek, tehát hosszú távon nincs elég pénz beruházásokra, tudjuk azt, hogy a Gazprom most már veszteséges, ugye ez a legnagyobb orosz olaj- és gázipari holding, azt is tudjuk, hogy a Gazprom elhalasztotta az új északi lelőhelyek kiaknázását, tehát se pénz, se technológia erre nincsen. Ez a második vezeték, ami Kínába megy? Részben ez, de meg az is, amivel ugye, tehát ugye folyamatosan új mezőket kell feltárni, mert a régen használt mezők űrülnek ki, és ezek a mezők alapvetően a sarkvidéki területeken vannak, ahol az oroszoknak közismerten nincsenek meg azok a fúrási technológiái, amelyek ehhez kellene, tehát nem véletlen, hogy ezekben a projektekben angolok, amerikaiak, nyugatiak részt vettek, és most se nyugati pénz, se nyugati részvétel nincsen, és a kínaiaknak sincs ehhez meg a technológiájuk. Na de, hát azon vannak tele a hírek, hogy most már nem csak Kína, Törökország, hanem India is a szürke zóna országaként viselkedik, tehát ők megrendelik a, egyébként az Oroszországnak tilos mindenféle nyugati árukat, alkatrészeket, stb. Stb. És akkor dupláron eladják az oroszoknak, tehát a beszállítások nem akadnak el, csak hát sokba kerül. De ez is pont azt, tehát megint több olyan narratíva volt, és alapvetően ezt az Oroszországot támogatók mondták, hogy a nyugat azt gondolta, hogy a szankciók hatására egy 3 héten belül összeomlik az orosz gazdaság. Ezt a nyugatiak között megfigyeltem, ellenőriztem, senki nem mondta, mindenki tudja, hogy a szankciók lassan működnek, fokozatosan folytanak meg egy-egy gazdaságot. Persze voltak olyan szankciók is, amelyek nem vezettek eredményre, de amit mondtál, igen, hogy érkeznek ezek a beszállítások, de kétszeres áron, tehát egy olyan országba érkeznek kétszeres áron, ahol a pénz már hiányzik, tehát egyrészt másodszorban nem csak kétszeres áron, vagy többszörös áron érkeznek ezek a holmik, hanem bizonytalanul is, tehát sokkal nehezebb tervezni egy termelést, mint sem egy olyan valóban működő legális beszállítói lánc kapcsán, tehát nem véletlen, hogy az oroszok alapvetően nem orosz drónokat használnak, hanem Irántól kapják, Észak-Koreától kapnak fegyvereket, tehát a nagy büszke Oroszország arra kényszerül rá, hogy észak-koreai, iráni fegyverekkel lövöldözön. Nagy irónia, igen. És ugye ezekkel rengeteg veszély van ennek, tehát nem tudjuk azt, hogy Irán mit kap például cserébe, tehát az biztos, hogy sok mindent, akár technológiát, tudjuk azt, hogy Irán úgymond békés atomot fejleszt, de valahogy szerintem a végén mindig atomrakéta akar lenni belőle. Észak-Koreánál tudjuk, hogy szintén atomhatalom, azt is tudjuk, hogy azért Észak-Korea is eléggé agresszív ország. Ugye vannak olyan hírek, hogy most már nem csak észak-koreai rakéták és tüzérségi lőszerek vannak Oroszországban, hanem észak-koreai katonákat is lehet látni, állítólag 8 vagy 10 koreai katonát meg is öltek az ukránok. És a napokban találkozott az iráni elnök és Vladimir Putyin, ráadásul mindezt Türkmenisztánban tették. Tehát ez is azért egy nagyon furcsa dolog, hogy elmennek egy harmadik országba, amit valószínűleg biztonságosnak tartanak olyan szempontból, hogy egy bezárt társadalom. Tehát mind a ketten félnek, az irániak is félnek, Putyin is fél, és közben azt mondják, hogy egyformán látjuk a világot, ami szintén azért, hogyha megnézzük Izraelt és az Izrael háborúját, a Hamász és a Hezbollah ellen, akkor ez mennyire veszélyes, hogy Oroszország és Irán ezt egyformán látja. És még lehet, hogy kicsit csapkodok, de amikor megint visszatérek a magyar külpolitikára, Magyarország ugye egyértelműen Izrael támogatja jogosan ebben a háborúban. Mit szólunk ahhoz, mármint a magyar külügyminisztérium, hogy Putyin egyre inkább sodródik bele abba, hogy a Hamászt és a Hezbollahot és Irán támogatja ebben az összecsapásban. Tehát nagyon sok helyen
Egyre több helyen két elvárásnak kellene megfelelni a magyar külpolitikának, akár hogyha Trump győz, akkor tudjuk, hogy az első ellenfél az Kína lesz, be akar vezetni egy 60%-os vámot Kína ellen. Mit fog szólni Orbán Viktor és Szijjártó Péter, amikor megtudja, hogy a főbefektetőnk ellen ilyen lépések készülnek. Tehát egyre inkább szűkül szerintem a magyar külpolitikai mozgástere, miközben a gazdaság állapota romlik, és van ilyen veszély, hogy ezek a külföldi befektetések elmaradnak, vagy pedig kisebb mértékben érkeznek, mint korábban. Visszatérve egy másodpercre. Bármeddig. Hát észak-koreai katonákra találtál olyan adatokat, hogy volt egyébként milyen számról van szó, mert én ilyen néhány tucatot hallottam, mint aki akarták volna próbálni, hogy mire mennek velük. Igen, ez teljesen pontos értesülés, néhány tucatról van szó, de az sem kizárt, hogy ezek valamilyen szinten felmérik a terepet, hogy hova érkezzenek a többiek. Tehát azt tudjuk, hogy Kim Jong-un nem arról híres, hogy vigyázzon állampolgáraira, tehát némi vodkapesgő fegyverszállítmány, őszülesen elküldt pár száz vagy pár ezer észak-koreai embert meghalni, és csökkenni fog az élelmiszerhiány. Ez most egy nagyon cinikus megjegyzés volt, de tudjuk, hogy az élelmiszerhiány sem szokta őt érdekelni, amíg neki megvan az elégséges. Igen, csak közben az jutott eszembe, hogy persze, de hadsereg, az nagyon fontos ezeknek az embereknek, gondolj Venezuelára például, ahol az első dolog, hogy a katonák lakjanak jól. Minden más másodlagos. Még az is, hogy ő jól lakja már, mint az elnök, a Maduro. De Észak-Koreában ez még inkább így van. Ott nem, tulajdonképpen nincs is különbség. Azt akartam mondani, hogy az a különbség, hogy ezekben az országokban tök mindegy, hogy mondjuk a szintén katonák által irányított Egyiptomról van szó, vagy Észak-Koreáról a hadsereg, ez olyan pillér, ami nem csak katonaként pillér, hanem gazdasági pillér is. Tehát a hadseregnek saját gyárai vannak, a tábornoknak saját bevételei, igazgató tanácsi tagok, felügyelőbizottság, stb. Stb. Szóval nem csak csúran cseppen, hanem hogy bőséggel árad a lóvé, és hát a gazdaság már csak ezért is nagyon nehéz el lehet ilyen, hogy mondjam, nem csak nem államkapitalista módon működtetni, és ez van Észak-Koreában is, tehát vigyáznia kell a katonákra, főleg a tisztekre, mert ott elégedetlenség van, az baj. Csak ebben teljesen igazad van, de biztos, hogy más oldalon van egy komoly megfélemlítés is, tehát tudjuk azt, hogy az, akiket éppen Kim Jong-un nem szeret, azok könnyen géppuska előtt végzik, tehát... Hát az a nagybátyja kell, igen, hogy legyen minimum. Igen, a többieket diszkrétebben teszi el, tehát nem tudom mennyire, majd az is egyértelmű, hogy az ilyen rezsimek néha egy pillanat alatt omlanak össze, de és valóban a hadsereg egy nagyon fontos pillér, ami ugye belső feladatot is ellát, gondolom, megfélemlíti a lakosságot, de szerintem azért Kim Jong-un technológiáért, támogatásért valamennyi emberét azért föláldozná. Valószínűleg nem a legjobb tisztjeit és a magasrangú tiszteket, hanem a közkatonákból valamennyit. Ha már Észak-Korea nem tudok szabadulni, mondjuk a szemem nem tudom levenni róla. De csak azért, mert nem láttam ugye a saját szememmel a sztálinizmust, arról se tudnám levenni a szememet. Szóval valami 500 anyakecskét adományozott Putyin Észak-Koreának, emlékszel rá pár hónappal ezelőtt. Azóta se értem, megmondom neked őszintén, mi volt ez? Vicc? Ezt én sem értem, tehát ez nem tudom, tehát valamilyen szinten azt megmutatni, hogy mi vagyunk felül még mindig, tehát, hogy... Nekünk sok a kecskénk. Igen, igen, és hogy tudunk nektek bármikor kecskét adni, és olyan helyzetben vagyok, hogy egy 500 kecskével is ki lehet titeket fizetni, tehát ezt én sem értettem, ahogy egyébként azt sem értettem, ha már itt tartunk, hogy ugye abból szintén egyfajta botrány kezd kialakulni az USA-ban, hogy Trump pedig a COVID-járvány csúcspontján titokban jelentős mennyiségű
tesztet juttatott el Putyinnak, majd utána álltak hétszer, titokban beszélgettek is egymással. Tehát olyan dolgok történnek azért a világban, amit így első ránézésre nehéz megmagyarázni, és jelentős része ez egyébként Trumpnak az esélyeit szerintem tovább rontja, mert ez azért sok amerikai fejében szöget fog ütni, hogy mi a fenéről tudott Putyinnal hét alkalmas titokban beszélgetni Trump. Tehát ugye azt is tudjuk, hogy Trump és Zelenszky között egyáltalán nem ideális a viszony, mert próbálta belerángatni a Trump egy Biden és Biden családja elleni ukrajnai vizsgálat elindításába, és ez nem sikerült. Igen, volt egy ilyen ügylet, ugye Amerika nem most kezdett el szállítani fegyvert Ukrajnának, hanem már korábban, hiszen az ukrán hadsereg kiképzése, nyugati jellegű kiképzése elindult már korábban, és akkor ugye Trump fia, akit egyébként most el is fognak ítélni. Mindenféle ukrán vesztegetési korrupciós ügyekbe bonyolódott bele, mint annyi amerikai üzletember, akik ott a vadkeleten úgy gondolták, hogy szabadon tudnak vadászni. És akkor fölhívta Zelenszkijt, ha jól tudom, ahol emlékszem a dologra, és azt mondta, hogy hát nem tudom, hogy küldjük-e ezt a fegyverszállítmányt, mit gondol elnök úr, és akkor Zelenszkij rémülten próbált ott valamit csinálni, hogy ne kötelezze magát se erre, se arra, aztán végül elment a fegyver, és akkor Zelenszkijnek nem kellett, azt hiszem, hogy legalábbis nem tudjuk. Nem, igen, meg tehát nehéz időszakokat él, tehát de teszem hozzá, hogy Ukrajna most is eléggé korrupt ország, de az előző vezetések idején, tehát azért valamennyi sikerült ebből visszaszorítani, tehát rengeteg nyugati, keleti, orosz, magyar, amerikai üzletember halászott ott a zavarosban, és nagyon fontos dolgot mondtál egyébként, tehát amikor mondtad, hogy nem most kezdődött Ukrajna felfegyverzése, hogy a magyarországi Trump rajongók azt mondják, hogy már csak azért is jobb Trump, mert ő azonnal békét teremteni, Trump ideje alatt nem kezdődött háború a világban, csak azt felejtik el, hogy tényleg Trump volt az, aki elsőként, és akkor még valamilyen szinten a demokraták ellenkezésével leszámolva elkezdte küldeni ezeket a Javelin tank elhárító fegyvereket Ukrajnába, tehát Trump is szállított nem kevés fegyvert Ukrajnába, és még egy mondata tetszett nekem egyébként Trumpnak, hogy ugye arról is beszéltünk, hogy mennyire változik majd az amerikai politika, hogyha esetleg Trump győz, hogy fogalmam sincs. Tehát amikor Trump az egyik pillanatban azt mondja, hogy 24 óra alatt ő megteremti a békét, akkor eszembe jut, hogy mit mondott pár hónappal ezelőtt, hogy ha az ő elnökség idején megtámadta volna Putyin Ukrajnát, akkor ő bombázta volna Moszkvát. Tehát egy abszolút kiszámíthatatlanságot látok, és imád nagyot mondani. Tehát ugye azt is tudjuk, hogy most beszéltünk Észak-Koreából, találkozott Kim Jong-unnal is, és úgymond az észak-koreai válságot is megoldotta egy nap alatt, aztán látjuk, hogy ebből semmi nem lett. Tehát Észak-Korea ugyanúgy fegyverkezik tovább. Tehát én nem hiszek abban, hogy Trump idején, vagy ha ő győz, én bízom benne, nem fog győzni, teszem hozzá, hogy akkor rögtön nullára esne a támogatás, és azt is tudni kell, ugye említetted a republikánus házelnököt, aki mondta, hogy csökkenne Ukrajna támogatottsága, azért a szenátusban és a képviselőházban a republikánusok között is nagyon sokan vannak, akik Oroszországot egyrészt komoly ellenfélnek, akár ellenségnek tekintik, meg arról sem szabad elfeledkezni, hogy az amerikai fegyver gyártók többsége alapvetően a republikánusok felé húz, tehát és azért az mindenképpen igaz, hogy az amerikai hadipar ebből a háborúból profitál és profitálni fog, tehát lehet, hogy egyfajta nyomás mégiscsak lesz Trump arra, hogy azért kéne fegyvereket juttatni Ukrajnának már csak azért is, hogy mi többet teremelhessünk. Hát igen, mert említetted korábban, hogy játszhat a nyugat arra, hogy Oroszországnak előbb-utóbb szembe kell kerülnie Kínával, hiszen Kína oly módon monopolizálja azokat a területeket, amik korábban Oroszországhoz tartoztak, lásd közép-ázsiai értekeltségek. Nem teljesen, tehát Oroszország ott van még, de hát ilyen udvariasan pöfögő segédmotorként kell, hogy viselkedjen egy csomó esetben. De az is igaz, hogy nem csak a szembekerülés lehetséges, hanem a függés.
Ami viszont lehetetlenné tesz, hogy Oroszország csak úgy szembeszálljon Pekinggel, mert egy csomó dologban rá van utalva. Te mondtad, hogy nem fogják a szankciókat rögtön föloldani egy békekötés után is. Hát akkor még jobban rá fog szorulni Kínára, kínai pénzekre, kínai fejlesztésekre. Tehát, hogy mondjam, Kína jármán kell járnia egy csomó ügyben. Nagyon nagy szégyen lesz, megpróbálják majd titkolni, és hát Putyin majd veregetni fogja Xi Jinping vállát, aki hagyja, ilyen lefegyverzően és fölényesen, de hát a viszony fordított lesz. Én ezt nem tenném jövő időbe, tehát szerintem ez történik most is, tehát itt teljesen egyértelműen a kínaiak diktálnak, ugye azt is tudjuk, hogy az is nagyjából kiderült, hogy a háború kezdetét is úgy időzítették, hogy ne tegyék tönkre a pekingi olimpia zárónapjait, azt is tudjuk, hogy visszatérve a nukleáris zsarolásra, amelyen ezt annak nevezném orosz részről, hogy a kínaiak nagyon sokszor figyelmeztették az oroszokat, hogy nem kérnek atomháborút. Tehát már most teljes mértékben függő helyzetben van Oroszország Kínától. Ugye nagyon sok, ugye említette ezeket az alkatrészeket, és akár alkatrész tekintetben azért 30-40 milliárd köbméter gázt mégiscsak megvásárol Kína jelenleg Oroszországtól a szibíriai ereje egy vezetéken keresztül. Egyfajta politikai támogatást is kap Kínától Oroszország. Tehát ez a függés teljes mértékben már most megvan, és ez a függés valószínűleg mélyülni fog. Tehát én nem látok semmiféle arra utaló jelet, hogy Oroszország ebből a kínai ölelésből tudna szabadulni, és igen, ez egyrészt szégyen, másodszorban ez azért az oroszok egójának nagyon fáj. És tényleg kérdés az, hogy hogyan fognak tudni ebből az ölelésből kiszabadulni. Ugye emlékszünk az 50-es években, akkor még a Szovjetunió ölelgette volna, vagy ölelgette is egy ideig Kínát. Ebből Kína kiszabadult, most visszaölel Kína, és ez valószínűleg jobban fáj. Hát igen, emlékszünk rá, amikor Mao járt ugye Moszkvában könyörögni Sztálinnak, hogy csak egy pici atomtitkot hadd kapjak, és mondta, hogy nyet. Szó se lehet róla. Kínaiakban nem bízunk, Maóban nem bízunk. Hát ezek nagyon régi történetek, igen, és hol vannak már? Hol van a tavalyi hó? Még valami, ami a ukrán helyzetet illeti, ez a rettenetes emberhiány, ami hát a fegyverszállítások mellett a másik döntő tényező lehet, hogyha Ukrajna esetleges katonai vereségéről beszélünk. Nagyon furcsa történetek vannak a Klubrádió egyik híradásában. Elmondta kollégám, hogy például többször előfordult, hogy ukrán határőrök utána mentek a határon átszaladó és a besorozás előmenekülő ukrán fiatalok irán után, tehát mondjuk szlovák területen vagy lengyel területen vadásztak rájuk, és hát akkor ebből nem csináltak botrányt az érintett kormányok, szépen visszaküldték a határőröket, de itt most már embervadászat van, ez világos, és menekülés van, ez is világos. Úgyhogy nem tudom, hogy mi lesz, és ott van a kurszki helyzet, amiről meg végképp nem lehet tudni, hogy most mi történik. Ott betörtek a kurszki területre, ott vannak, fogyatkoznak, de hogy mit tudnak még ott csinálni, és tulajdonképpen jó-e, hogy egy csomó fontos ukrán erőt le van kötve, hát nem tudom. Igen, tényleg szörnyű emberhiány van, ugye ez valamikor egy 50 milliós ország volt, abból ugye elfoglalták az oroszok a Krímet, elfoglaltak keleten területeket, ez még további 2 millió ember legalább. Közben azt is tudjuk, hogy már a háború előtt is az ukránok tömegesen hagyták el az országot, azt is tudjuk, hogy legalább 5-6 millió további elhagyta a háború kezdete óta. Ezek között az emberek között tényleg nagyon sok sorköteles van. Én is beszélgettem emberekkel, akik mondták, hogy városokban, nem a belvárosi területeken, de a külvárosi területeken tényleg előfordul, hogy egyre gyakrabban, hogy lefognak embereket, megkérdezik, hogy éppen maga sorkötelese, vagy sem, ha igen, akkor már viszik is. Gazdasági eszközökkel is próbálják csökkenteni a mozgásterét, tehát hogyha érvényben van az a törvény, hogy személyesen kell
megújítani a dokumentumokat, hogyha nem újítod meg a dokumentumot, akkor egy idő után akár a bankszámlát is zárolhatják, tehát a hétköznapi életet is tönkreteszik. Tehát próbálják terelni az embereket arra, hogy jelentkeznek, ha megjelentkeznek, akkor nagyjából sejtjük, hogy mi a következmény. Tehát igen, ez egy valós veszély, és ez legalább akkora veszély, ha nem nagyobb, mint a fegyverszállítások nem elégségessége vagy elmaradása. Egyrészt ugye az emberhiány szám szerint is nagyon komoly, másodszorban ezek az emberek nem lehetnek úgy kiképezve, nincsenek úgy kiképezve, amikor kikerülnek a frontra, mint azok a katonák, akik közül sokan már több mint két éve vannak a lövészárkokban, és most egy pillanatig megemlékeznék róluk, hogy ezek már nem fognak tudni visszatérni a normális emberi életbe, tehát én elképzelhetetlennek tartom azt, hogy két év frontszolgálat után félelem, harc, háború, szenvedés, akár más emberek lelövése, hogy tehát emlékszünk ezekre a vietnámiakra, akik visszatértek, az afganisztáni katonákra Oroszországban, vagy akár az USA-ban. Tehát itt ugyanaz a fajta posztraumás sok lesz, ami más háborúk után volt. Zárója bezárva. Tehát ugye ezek az új katonák biztos, hogy nincsenek úgy kikészve, másodszorban a motiváltságok is teljes mértékben kisebb, tehát ezek nem kiképzett katonák, akik ezt, hanem tanárok, bármi mások, tehát mindenképpen az emberanyag rosszabb, ez az orosz oldalon is így van, ez talán az ukránok szerencséje, tehát azok az Oroszországban besorozott emberek sem jó katonák már alapvetően, akik mondjuk a börtönökből érkeztek, és kerültek a frontra, tehát az emberhiány nagyon súlyos, ez valóban elvezethet, csak az még egy nagyon fontos, és utána rátérek kurszra is. Nem nagyon, már csak 4 percünk. Jó, akkor kursz, én sem értem. Tehát abban a pillanatban, amikor ez a betörés megkezdődött, akkor én azt mondtam, hogy szerintem ez egy ilyen pillanatnyi beruhanás, megmutatjuk azt, hogy az ukrán hadsereg mire képes, kivonulunk, és ennek következtében az orosz rákényszerülnek arra, hogy a frontvonal, a határ több vonalát jobban védjék. Nem úgy tűnik, hogy ez Zelenszky elnök, vagy a hadvezetés úgy döntött, hogy ezeknek az a katonáknak tovább ott kell maradniuk. Én nem látom ennek az értelmét. Tehát az egyik szándék az lehetett, hogy az oroszok hátha elvonnak erőket a kelet-ukrajnai frontokról. Úgy tűnik, hogy ez nem feltétlenül valósult meg. Elvittek erőket, de nem sokat. Tehát folytatódik a felőrlés, amiről a kezdetekben beszéltünk. És tényleg ennek az lesz a vége, hogy ezt a 10,000 valóban jól képzett katonát szép lassan felőrlik, és hogy nem tudom ebből mennyit haza, és még akkor egy utolsó mondat, hogy ugye beszélünk a felőrlésről, de az orosz oldalon sincs azért arra esély, hogy ebből a felőrlésből hirtelen beszakítsák az ukrán frontot, tehát nem fogják az orosz elfoglalni belátható időszöverén sem Odesszát, sem Harkivot, nem fognak tudni átkelni a Dnyeperen, tehát ez még sokáig fog sajnos szerintem tartani. De mit csinálnak a Kurszki területen a ukránok? Ülnek ott a... Nem, hanem folyamatosan mozgásban vannak. Tehát ezt megint nem úgy kell elképzelni, hogy berendezkedett egy ukrán megszálló hatóság a Kurszki területen. Nem, ezek folyamatosan mozognak, ezek az erők. Próbálják idegesíteni, zavarni az orosz erőket, próbálják fenntartani ezt a folyosót. Közben a lakosságtól le kell nyúlni a kaját, meg a többi. Lenyúlják a kaját, meg Ukrajnából is érkezik, tehát azért folyamatos kapcsolat van még Ukrajna és a Kurszki telet között, tehát nem, tehát ezek nem laktanyában ülnek, folyamatosan mozgásban vannak, és állandó ilyen rövid tűzharcokat vívnak az oroszok az ukránokkal, tehát ez egy érdekes kérdés, és semmiképpen sem egy igazi megszállás. Köszönöm szépen, hogy itt voltál nálunk. Én köszönöm a lehetőséget. Németh András kollega, külpolitikai újságíró, HVG munkatársa volt velünk 9 és 10 óra között. És itt a műsor vége. Balogh Kármen, Csorba László, Zsidai Péter, Herskovics Eszter és Szénási Sándor köszöni a figyelmüket. Minden jót! Reggeli gyors, nem marad le semmiről.